Eyes to the right, 327. The nose to the left, 299. Boris Johnson kormányfő totális vereségét hozta a szerdai nap a brit parlamentben, hiszen minden számára és kormánya számára fontos szavazást elbukott. Elsőként az alsóházi képviselők 327-299 arányban megszavazták azt a törvénytervezetet, amely megakadályozza, hogy az ország megállapodás nélkül zuhanjon ki az Európai Unióból. Majd leszavazták a kormány előterjesztését az előrehozott választásról. Én nem akarok választást, a közvélemény nem akar választást, az ország nem akar választást, de ez a ház nem hagyott más lehetőséget, mint hogy az emberek döntsenek arról, kit akarnak miniszterelnöknek. Így beterjesztem a javaslatot, mondta Boris Johnson. Az előterjesztés nem kapta meg a szükséges kétharmadot, mi több az egyszerű többséget sem a munkáspárt tartózkodása miatt. Megakadályozzuk, hogy az ország kizuhanjon az Unióból október 31-én, mert az, mint a kormányfő is tudja, hiszen látta a dokumentumokat, nagy kárt okozna az országnak. Ez egy cinikus miniszterelnök cinikus húzása, hangsúlyozta Jeremy Corbyn. A munkáspárt csak akkor hajlandó megszavazni az előrehozott választást, amikor a királynő jóvá hagyta a No Deal Brexitet megakadályozó törvényt. A nap kérdése mégis az, hogy Boris Johnson politikai karrierje mekkora sebet kapott alig másfél hónappal kormányfővé választása után.